Építőanyagok, forgalomkorlátozó közlekedési táblák és lassuló közlekedés. Ilyen képet mutat Bátaszék belvárosa, és a mai állás szerint ez a helyzet az őszbeköszöntéig egészen biztosan fennmarad. A jó hír, hogy a mostani állapot eredményeként teljesen megújul a város átszelő főút. Emellett a mellékutakban és a parkolókban is elkezdődik egy építkezés. Mint egy másfél héttel ezelőtt megszüntettünk egy-két autóleállását biztosító szakaszt, és most részesei lehetünk egy olyan beruházásnak, ami a magyar közút szervezésében és bonyolításában zajlik, ami városunk átmenő szakaszának felújításáról szól. Első lépésként már jelen pillanatban zajlanak azok az előkészítő munkálatok, amelyeket későbbiek során valószínűleg egy teljesen új aszfaltszőnyeg is követni fog. Tolna megye területén jelenleg 30 helyen folyik útfelújítási projekt. Ugye az útfelújítások több projektelemből állnak. Ez a Közép-Duna menti térség infrastruktúra fejlesztéséből megy. Ugye itt 17 projekt megy összesen a megye szinten. Ezzel párhuzamosan itt mögöttünk is látszik, hogy Bátaszék belterületén indítottunk egy másik projektet. Itt az átkelési szakasznak közel 350 folyóméter szakaszát kell felújítanunk, mivel a burkolat tönkrement. A mostani kivitelezési munkák a süllyesztett szegélynek az újraépítésével zajlik, és várhatólag szeptember végével pedig a teljes átkelési szakaszt a Bezerédi utcától az üzemanyag kutig fogjuk felújítani 350 folyóméter hosszba. A bátaszéki építkezés költsége meghaladja az 50 millió forintot. A korszerűsítés már a tavalyi esztendőben kezdetét vette, amikor a buszablak átalakítása zajlott. A következő esztendőben abban a programban is segítségünkre lesznek, hogy ezt az átkelési szakaszt minél több fával tudjuk majd ellátni, hiszen nagyon fontos, hogy minél több zöld felületet, minél több árnyékot tudjunk hozni a település legforgalmasabb utcájára. Ebben is együtt tudunk működni, azt gondolom. A városnak az egyéb bekötő főközlekedési útjainak felújítása is zajlani fog, ezért már most kérjük a városlakók türelmét, hiszen ezek a munkák, ezek mind a mi érdekünkben fognak zajlani az elkövetkező időszakban. Kivitelezés igyekszik úgy ütemezni, úgy szakaszolni ezeket a munkákat, hogy azért a lehető legkisebb felfordulást okozzunk, de türelemre azért szükség lesz az elkövetkezendő hetekben. Összességében nem lesz másmilyen, az út burkolatát újítjuk fel, hiszen az tönkrement az évek során, illetve a forgalomtól, viszont ahhoz, hogy az út burkolatát fel tudjuk újítani, a kiemelt vagy a süllyesztett szegélyt meg kell emelnünk 2-3 centivel, és ennek a munkái folynak, viszont a süllyesztett szegélyt, hogy megemeljük, nyilván meg kell emelni a térburkolatot is hozzá, hogy szintbe kerüljön az aszfalt burkolata, a süllyesztett szegély és a térburkolat. A közút úgy számol, hogy a tavaly elkezdődött építési folyamat várhatóan szeptember végére befejeződhet.